őrült teóriák. Lehetetlen, vagy csak hihetetlen? Halló, itt Dodona. Antenna rendszer az ókorban. Legendák kardjai. Képzeletbeli utazás Írországtól Indiáig. Digitális labirintus. Kiszolgáltatott emberiség. Van itt valaki? A félelmetes jelenlét érzés. Ősgermán csúcs technológia. Okos karkötő és összecsukható hajó. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin márciusi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen nézőit Szűcs Roberttel együtt. Üdvözlöm Önöket! Dombóvári Gábor vagyok, és hogy még egy üdvözlet legyen, én is csak ezt tudom mondani. De csak azért, mert itt vagyunk ugye most már nagyjából a tél vége felé, de hát... Optimista ember. Hát igen, de azt szokták mondani a meteorológusok is, hogy a kutya nem eszi meg a telet, meg ilyenek. Hát azért egye meg, nem? Hát 10 évvel ezelőtt azért úgy emlékszem, hogy március 15-én akkor volt az a hóvihar, tehát én azért nem lennék annyira optimista, de én bízom benne, hogy itt a nyár, és... Na de az a hóvihar és az a bizonyos március 15-e, úgy emlékszem, hogy még műsorban is foglalkoztunk hasonló dolgokkal, mert azt lehet, hogy mesterségesen idézték elő. Így van, elő. Pontosan. Na most ebben a helyzetben, ami most van itt a világban, én abszolút nem csodálkoznék, hogyha ugyanilyen mesterségesen valami egészen más eseményt is előidéznének. Készüljünk föl mindenre. Készüljünk föl mindenre, de hát én azt hiszem, az optimizmus. Hogy tulajdonképpen készüljünk föl, és nem akarom megelőlegezni már itt a mai műsornak is a témáját, meg a következőt is 2 hét múlva, de a készüljünk föl nekem mindig az jut eszembe, és éppen tegnap hallottam egy nagyon neves magyar orvosnak a kijelentését, hogy igen, és fel kell készülni, és talán rosszabb lesz a következő járvány, mint ami a Covid volt, és aztán erről majd a műsorban később szó tettünk. Hát erről nem, erről majd két hét, de ez a szörnyű egyébként. Most azért, ez most két, egyébként annyit azért elmondhatunk, hogy két külön tematika. Az egyikben most megpróbálunk egy kis könnyedebb témát feldolgozni, ilyen őrült teóriákat. A következő adásban 2 hét múlva pedig pont ezekkel, amiket te mondtál, ezzel foglalkozunk, hogy egyből jönnek a riogatások, hogy megvannak a beépített emberek, és sokkolják az embereket, és mindenkinek görcs berándul a gyomra, hogyha már megnézi a híreket, mert öntik rá ezeket a dolgokat. Azért jó, hogy most egy picit kikapcsolódunk. Igen. Igaz, hogy sajnos éppen március 8-án és a Nemzetközi Nőnap alkalmából lesz egy keményebb téma, de hát így alakult. Jó, hát így alakult, úgyhogy ennyit a 2 héttel későbbi vagy a következő műsorunkról. Minden esetre ezt azért is akartam szóba hozni, hogy már most készüljön föl a drága jó néző, hogy 2 hét múlva nem mi fogunk sokkolni, hanem minket fognak sokkolni. Így van. Na jó, hát akkor először mutassuk meg a nyereményeket. Jó, legyen. És aztán utána sorsolunk. Kérem tisztelettel. Hát nem véletlenül mondtam, hogy január-február itt a nyárta meg a március 15-ét, mert hogy itt van a márciusi Hihetetlen. Ez pont a mai napon jelent meg egyébként. Mai napon jelent meg. Őrült teóriák, ami egyébként a műsorunknak is alcíme. Lehetetlen, vagy csak hihetetlen. Hát amit mi mondunk, az csak nevében hihetetlen, mert azért rendesebben mondjuk. Hallói Dodona, még egyet mondok belőle. Azt mondja, hogy ősgermán csúcs technológia, okos karkötő és összecsukható hajó. Meglehetősen kíváncsivá tettél. Igen, de ennek megvan a nyoma egyébként, tehát hogy ez a szövegekben szerepel, igen. És így azonosították a kutató. És akkor ez a fél éves előfizetés, kérek tisztelettel könyveket, igen. És azt mondja, hogy az összeesküvések a magyarság ellen, Köröztös György, ez már volt, és nem is első, mármint a kiadás. Igen. És akkor itt van Arany László, az Apollo Hold csalás. Hát ez is már szerepelt, és akik megnyerték, visszajelezték, mert ugye az az alcíme, hogy a világ történelem egyik legnagyobb átverésének leleplezése. Hát őrült teóriák ilyenek, és összeesküvés. Most ebben nem foglalkozunk, éppen ezzel foglalkozhatnánk, mert ez egyébként ugyanúgy beletartozik őszintén szólva az Apollo csalás, mert igen. Meg van róla győződve 10 millió, vagy 20 millió, vagy 50 millió amerikai, hogy 1969-ben az kamu volt az egész, tehát nem járt ember a
Holdon, igen. És ez is egy ilyen úgymond klasszikus összeesküvés elmélet, és még van egy... Ezt nézem éppen, még van egy a külön szám, ami még érvényes ugye márciusban az is. Majd csak március végig érvényes. A hatodik érzék, az ember sokkal több, mint a teste, hát ez így van, és azt mondja, hogy ha megtanuljuk a magasabb világok érzékelését, parafenomén isteremberekké válunk. Hát ehhez azt hiszem, kezdjünk bele. Kezdjünk bele. Na jó, egyébként csak a holtcsalásról annyit, hogy ezt elmondtuk már egy pár szóval, hogy azért most már az amerikaiak is kezdik belátni, és akkor hát megjelent filmrendezők mindenki, és elmondták, hogy azok a felvételek, amik ott állítólag a Holdon készültek, azok, hogy hívják, műteremben készültek utána, mert rossz volt a kép, és akkor rekonstruálták meg minden szóval. Na most akkor itt egy igazságot érted, amikor valaki ezt mondja, hogy oké, mi jártunk ott, de ezt úgy csináltuk meg, hogy igen. Hát itt meg kellett ismételni a felvételeket, de talán ezt akkor el kellett volna mondani, vagy be kellett volna igen. Mutatni mind a kettőt. Na jó, akkor én azt hiszem, ezt a témát azzal zárjuk, hogy az igazságod át van. Így van. Na kérem, akkor mondom a nyerteseket, ez a január 26-ai, illetőleg a február 9-ei adásról van szó. Azt mondja, hogy az első, amit említettem, vágyvezérelt virág, és utána az volt, hogy mi volt Déri János megmagyarázhatatlan jelenségekkel foglalkozó műsorának a címe. Nulladik típusú találkozások. Igen, Isten nyugasztalja szegény Déri Jánost, és mindig elmondom, dolgoztunk együtt, és félelmetes humora volt, elnézést ezért az egy zárójeles mondatért, de amikor már ő is tudta, hogy sajnos közeleg és itt a vég, akkor megkérdezték tőle, nyoma van, tudom én is, hogy mi lenne az utolsó kívánsága. És erről azt mondta, hogy a teniszpályán a második szervám is legyen olyan erős, mint az első. Wow. Félelmetes. Na jó. És akkor a válasz a nulladik, azt mondta, a nyertes pedig Csonka Zoltánné, érdi kedves nézőnk, és akkor jön a február 9-e, ami a megvezetett emberiség volt, ugye? Mit akar a Q kötőjel anon, QAnon elnevezés? A Q az egy magas szintű titkosítás jelent, az N az anonimot jelent, tehát egy magas szintű titkosítással rendelkező kiszivárogtató. Tehát egy olyan valaki, akinek a birtokába jutottak olyan nagyon-nagyon titkos iratok, félig meddig neki köszönhető, hogy Trump elbukott, de hát ez egy másik történet. Igen, ez egy másik történet. Na kérem, a nyertes pedig Puszti László budapesti nézőnk, és akkor a hatodik érzék, tehát mondtuk a külön számunkat nyerte Pásztor Mihály Tószegről, és Vámosi Németh Nikolett Kapuvárról, a könyvjutalomnak a nyertesei pedig az Apolló Holtcsalás, Pap Zoltán Budapest, és az összeesküvések a magyarság ellen Béres Adrien Felső Lajos. Nem tudom, hol van Felső Jalos, de azt hiszem, hogy ezzel nem... Biztos, hogy létezik, mert megküldte a megoldást. Igen, biztos, de és 60-55 egyébként az irányítószáma utána lehet nézni, és akkor még egyszer tudunk gratulálni Adriennek is. Na kérem tisztelettel, hát akkor azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy őrült teóriák és összeesküvés elméletek, ez a bizonyos mai, mert hát itt tényleg, de én azt hiszem... Híkemberek a lapos földön. Híkemberek a lapos földön. Szerintem ennél jobb címet erre a témára. De akkor egyrészt, mert nagyon sokszor, amikor olyan dolgokról beszélünk, ami nem mindenki előtt világos, és ezért néztem meg, mert ugye őrült teóriák, összeesküvések, összeesküvés elméletek, és direkt megnéztem, mert kérdezte egy kolléga, hogy végül is az, hogy összeesküvés elméletet nap mint nap halljuk, de nem egészen biztos, hogy mi, és akkor ez ugye úgy van, hogy angolul ez a conspiracy theory, tehát más néven konspirációs teória, és azért akartam elmondani, mert ugye az alcímünk is a teóriák, és akkor azt mondja, hogy jelentős eseményeket, történelmi jelenségeket egy bizonyos embercsoport összeesküvés elméletnek nyilvánítja, de hát általában emögött valamilyen emberek, vagy valamilyen embercsoport áll, és akkor innen jön ez, hát magyarul az összeesküvés, az meg a latin konspirációból jön. Úgyhogy így tessék figyelni, jól mondom? Jól, igen. Ez igazából azt jelenti, hogy vannak olyan események, amire az embereknek a nagy része, és elég nagy része egyébként, uh-huh. úgy gondolja, hogy azok mégsem úgy történtek, ahogy a hivatalos szervek előadták. Igen. És akkor innentük sorra születtek az összeesküvés elméletek. De az a baj, és most ezért mutatunk be néhány őrült teóriát ebben a műsorban, igen. Mert hogy
megpróbálják folyamatosan összemosni egyébként a valóságos, tehát a valóságos alappal rendelkező, igen, és a tényleg nagyon szélsőséges, valljuk be őszintén, tényleg nagyon bugyuta elméleteket is. Éppen ezért, amit ott elkezdték felolvasni, az általában úgy kezdik, hogy vannak olyan galád emberek, akik úgy gondolják, hogy Kennedy elnököt nem Lee Harvey Oswald ölte meg, hanem egy összeesküvés áldozata lett, teljesen egyértelmű 20 millió bizonyíték van rá. Vagy az, hogy a 9-11 alkalmából 2001. szeptember 11-én nem a terroristák csináltak az egész akciót, hanem egy amerikai szervezés volt. Igen. Mint ahogy a Donald Trump későbbi elnök egy műsorban azt mondta, hogy ez inside job, vagyis belső meló volt, tehát ennek nem lehetett volna megcsinálni. Vannak ilyenek, sorra jönnek, nagyon-nagyon sok ilyen elmélet van, nagyon-nagyon valóságos alapja, Covid-dal kapcsolatban, minden dolga kapcsolatban. Viszont megvannak azok a szélsőséges elméletek, amelyről az ember nagyon-nagyon csodálkozik, hogy ez hogy kaphatták föl, hogy lett ebből egyébként elmélet. Hát ez inkább jó, most a conspiracy theory-ról van szó, teória, de ez inkább nem elméletek nézem, mert ilyen feltételezések, de rengeteg ilyen van, sokkal több, igen, mint amit egy átlag ember el tudna gondolni, tele van vele a világ ezekkel a dolgokkal, és aki nem annyira ásta bele magát ebbe a témába, az lehet, hogy nem is találkozik ennek egy részével, de aki igen, az biztos találkozik ezekkel az elméletekkel, és akkor el kéne döntenie, erről majd a valamelyiknél majd elmondanék hozzá néhány dolgot, hogy el kéne dönteni, hogy annak a bizonyos elméletnek, ez jelesül egyébként, egy ilyen emberekről van szó, hogy ennek, hogy mi lehet a valóság alapja, mire építették föl, de hol ment félre ez a dolog. Tehát, hogy ilyeneket szeretnénk bemutatni, de mondom, ez most egy ilyen könnyed valami, mert ebben olyanok vannak, ez a Birds Aren't Real, hogy a madarak nem léteznek című, igen, téma, ami egyébként igazából egy átverés valami volt, várjál, de nagyon ebbe, szép képek lesznek. De igen, de több millió ember hisz benne. Hát tudom. És amikor, várjál, amikor ez az elmélet megszületett, akkor többen összefüggésbe hozták, hogy nem tudom, hogy a kedves nézők közül hányan látták a nagyon-nagyon régen Hitchcocknak a Madarak című filmjét. Pontosan, Madarak című filmjét, és ebben a madarakban megvadult madarakról van szó. Igen. Ebben az összeesküvés elmélet, ebben még sokkal tovább mentek, tehát ennek, hogyha majd utána, szerintem utána kommenteljük, amikor elmondjuk. Tehát, hogy, és még van egy sor ilyen dolog, amiben egyértelműen azonnal is mindenképpen meg lehetne cáfolni. Igen. Lesznek benne gyíkemberek, és benne lesz a lapos föld, benne lesz az üreges föld, és hát beszélhetnénk olyanról is, amiről mondjuk itthoni téma, én nem szerettem volna ilyen dolgokba úgy belemenni, de van, hát ugyanolyan, hogy Magyarország gyakorlatilag igazából nem létezik. Nem tehát létezik, mondják, mert az Egyesült Államok gyarmata. Így van, Egyesült Államok, sőt, egy izraeli cég vásárolta föl, és úgy lett, hogy New Yorkban bejegyzett izraeli cég vásárolta föl. Várjál, na de ezek az emberek, ezek nagyon komolyan hisznek, és akkor, hogyha megint, hogy keverik össze idézőjelbe téve a valóságot és a fikciót, ez úgy néz ki, hogy 2011-ben, hogyha emlékeznek a kedves nézők, akkor a Magyar Köztársaság helyett kis hazánkat Magyarországnak hívják. Igen. Ez sok problémát okozott, mert a bíróságokon úgy mondták az ítélet, hogy a Magyar Köztársaság nevében, Magyarország nevében ez nem ment, nem tudom, hogy ezt hogy oldják meg. Ők, tehát volt egy alapjuk, amikor azt mondták, hogy kérem szépen, itt van deklarálva, van benne az alaptörvényben, hogy Magyarország, nem Magyar Köztársaság. Tehát megtűnt a Magyar Köztársaság. Na most ők innentől kezdve maguknak különböző jogokat vindikálnak, saját maguk gyártanak különböző ilyen kis iratokat, és ebből borzasztó kellemetlen helyzetbe hozzák mondjuk a rendőrséget, nem hajlandók adót fizetni, nem hajlandók különböző költségeket, semmit kifizetni, arra való hivatkozással, hogy hát nincs kinek, mert hogy hát Magyarország abban a formában, mint hogy Magyar Köztársaság nem létezik. Hát akkor ria-ria Hungária, maradunk ennél, de már itt az összesküvés elméleteknél, akkor egy kis kitérőt még engedj meg, mert annak idején megjelent, hogy az FBI kémkedett John Lennon után,
És hát aztán kiderült, és ez most nem azt mondom, hogy tegyél igazságot, vagy próbáljuk meg, mert amikor Yoko Onoval elmentek 1971-ben, és letelepedtek New Yorkban, és a mindenféle háború ellenes és antirasztista társasággal nagyon jó viszonyban voltak, és akkor Richard Nixon és a kormányzat ezt nagyon nem vette jó néven, de olyannyira, hogy 72-től kezdve deportáltatni akarták John Lennont, és hát ez minden nagy balé volt, de végül is Lennon győzött, és tényleg kémkedett utána az FBI, és azért győzött, mert Nixonnak az utóda, Gerald Ford azt mondta, hogy engem nem érdekelnek egy zenész ügyei, és hagyták békén. Na most ez félelmetes dolog. Igen, ezek. Csak ebben az a baj, hogy erre megint jön egy másik összeesküvés, hogy amikor 1980-ban a New Yorkban a Dakota ház előtt, mert ott laktak a gyakorlóban, a Dakota ház előtt a Hinckley lelőtte, igen. Akkor azt mondják, hogy ő lelőtte a Lennon, majd és leült utána... az útszélére, és elővette a zaphegyezőt, és elkezdte pontosan olvasni. És erre mi már foglalkoztunk ezzel, jött az összeesküvés elmélet, igen, hogy az a könyv tartalmazta, bizony, azt a kulcsszót, hogy neki ki kellett nyitni, valahol el kellett olvasni, igen, tehát magyarán ő egy programozott, egy elmeprogramozott gyilkos volt, így van. És ebbe, és akkor ez kapcsolódik ahhoz, amit te mondtál, FBI, az FBI, aki megfigyelte, bizony, FBI, CIA, minden szervezet benne volt, és a, nagyon sokan továbbra is úgy vélik, hogy ő csak egyszerűen csak egy elmeprogramozott bérgyilkos volt, aki igazából, amikor leült oda, és elolvasta a következő mondatot, igen, akkor kikapcsolt az agyat, tehát két személyisége volt, és ő tényleg nem is emlékezett. Pontosan. És amikor ő mondjuk ártatlannak vallotta magát, akkor az természetes volt, mert azt a bizonyos gyilkosságot a másik személyisége követte el. Na ez viszont egy valóságos hát összeesküvés elmélet, nem csak az, hogy erre nem tudjuk bebizonyítani, hogy igaz, de az, hogy ilyen kísérletek ezzel folytak az Egyesült Államokban, az teljesen egyértelmű. Így van, na hát akkor nagyon szalad az idő, de akkor most miután nagyjából elmondtuk itt a mainak is a témáit, de minden esetre akkor a madarakkal kezdjük, és Hitchcockot említettük, szóval hát nem tudom, hogyan szolgálhatják az ilyesfajta magyarok a különféle kormányok elképzeléseit. Íme. You see that adorable hummingbird at your feeder? Remember one thing. It might take your life. Because in this world, every bird works for the government as a spy or a hidden assassin. Okay, sheeple, it's time to wake up to some truth. The government has removed most of the birds on the planet and replaced them with highly sophisticated robot drones. And these agents of the state might know you better than you know yourself. The Birds Aren't Real movement began in 1976 and revealed the conspiracy to eliminate all birds with a deadly virus. From 1959 to 2001, the United States government systematically removed and replaced our flying friends with these robotic devices. Okay, if this were true, the CIA would have 12 million birds tracking and surveilling our every movement. With so many birds flying overhead at all times, you could never guarantee you'd have privacy. Yeah, and that's the point. According to the lore behind this conspiracy, President Eisenhower approved this project, knowing that one camera in the sky could do the work of dozens on the ground. If you want to avoid these eyes in the sky, you'd need to make a soundproof room in your home without windows. Choose your words carefully when you're outside and keep all your sensitive data restricted to your safe room. Polly wants your passwords. If all birds were drones, everything you've ever said in front of this robotic spy was recorded and sent off to the government. Yeah, that's right. Big Brother has been in your living room this whole time. And when you go outside, you'd better watch your step. Some cultures believe that bird poop brings good luck. In this world, this liquid would double as a tracking device made for the birds to follow you around. If it hits you, don't wash your clothes.
burn them fast and run fast. Bird truthers state that vultures were created for public sanitation. But hummingbirds are the hitmen behind this conspiracy, carrying out government contracted kills. If a bird stares at you in plain sight, don't just sit there. You would need to look directly into the camera, its eyes, and say, "I know your secret." This passcode might scare off the secret government agent. But while that would take care of one bird, it wouldn't be enough to protect you for the rest of your life. If birds weren't real, you would need to keep your head covered and choose your words carefully to avoid further consequences. Szóval az égi kamerákról van szó tulajdonképpen, és azért az nem tegnap történt, hogy már Eisenhower elnök is felismerte, hogy egyáltalán miért jó ez, és akkor most itt vagyunk a robotkémeknek a birodalmában, és ha már szóba hoztad, akkor nagyon kíváncsi lennék, hogy Hitchcock a madaraknak a rendezője mit szólna hozzá. Egyébként magánvélemény, hogy én csak a madarakat sajnálom. Ők nem tehetnek semmiről. Egyébként, hogyha most, és egy kicsit később van, ha most valaki körülnézne, igen, akkor ekkora drónok, akkor nem egy madár. Persze. Ekkora drónok, pontosan úgy néznek ki egyébként, hogy egy madár. Igen. Pont az a céljuk, hogy ne lehessen megismerni őket. Legmodernebb high-tech technológiával, fantasztikus kamerákkal ellátva, és tényleg megfigyelnek. Most várjál, ebből az a poén, persze ebben benne van az is, mert egy kicsikét áztatni akarták annó Donald Trumpot, mert a következő történt. Volt egy ilyen Donald Trumpnak ami gyűlése, és elment valaki, és azt mondta, hogy hát most meghekkeli ezt az egészet, és vitt magával egy táblát, hogy birds aren't real, tehát hogy a madarak nem léteznek. Nem léteznek. Az emberek így elkezdtek körbenézni, hogy mi van, ez most kicsoda. De ez abszolút csak egy ilyen poénnak szánt ezt az egészet. Elkezdte mondani, hogy miről van szó, egyre többen fölkapták ezt a dolgot, aztán azokba a körökbe, aztán átterjedt, és ebből egy országos mozgalom lett. És amit te mondasz, ezt innentől kezdve visszaépítették a történetet, tehát azt mondták, hogy már Eisenhower idején is elkezdődött ez az egész, ő kitalált, hogy milyen fantasztikus dolog lenne ez. Az elmélet, mindegy, a teória szerint az összes madarat, vagy a madarak nagy részét kinyírták, és helyette madarakkal, Egyesült Államokról van csak szó, a alumíniumból készült madarakkal helyettesítették, és ezekben különböző kamerákat szereltek, hát akkor azért még messze nem volt ilyen telekben, nem lehetett volna kapcsolatot tartani, és nem lehetett volna megcsinálni, de ezt lehet fokozni? Igen. Tudod, mit találtak ki? Hogy a vietnámi háború azért kezdődött, és az amerikaiak nem azért támadták még Vietnámot, mert vissza akarták ott a kommunista irányvonalat szorítani, hanem azért, mert Vietnám jelentős bauxit készlettel rendelkezik. A bauxitból ugyebár alumíniumot lehet csinálni, az alumíniumból pedig madarakat lehet csinálni. Tehát, hogy kapcsolódnak össze ezek a szálak, és ez azóta is egyébként a mozgalom, utána lehet nézni, azóta is létezik, azóta is megvannak azok az emberek, akik hisznek ebben. Nem, valami neve is van ennek a mozgalomnak. Ugyanez, birds aren't real, az, hogy a madarak nem léteznek, ugyanez a mozgalomnak a lényege, és még mindig hisznek ebbe, pedig az illető már 26 helyen próbáltam, hogy gyerekek, ez egy hoax volt, ezt csak én találtam ki, ezt csak nem. És mondom, erre aztán ráépítenek mindenfajta dolgot, és akkor megint mi az alapja, amit most mondtam neked, hogy most napjainkban már valóban léteznek ilyenek. Valóban ilyen kémdrónok mindenfajta. Sőt, haditechnikai célra bármire föl lehet használni. Tehát most már ez tényleg a valóság. De ezt a valóságot már megint összekeverik, és egy nagyon gyors mondat, a háttérhatalom részére ez egy fantasztikusan nagy szerencse, mert így eltereli a figyelmet arról, ami valóságos problémát, valóságos veszélyt jelent, és helyette azt tudja mondani, hogy nézzék meg ezeket az agyamet, amiket, hogy lehet ilyen hülyeségbe hinni. Igen. Pedig most már napjainkban, nem csak napjainkban, az elmúlt 10 évben ezek az eszközök tényleg itt vannak. Egyébként dupla idézőjelben szólva, Eisenhower elnök nekem az egyik kedvencem, főleg azért, mert ő nagyon-nagyon a jövőbe látott, függetlenül attól, milyen elnök volt, és kapcsolatban volt az idegenekkel, a földön kívüliekkel. Igen, hát sőt, hát amikor véget ért a
az elnöki időszaka, akkor ő volt az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a katonai komplexumok milyen hatalommal rendelkeznek, és hogy milyen gondot okoz, és hogy figyeljenek erre oda, és figyeljenek oda a szabadságjogokra. Senki nem figyelt oda, a helyzet az itt van, mindenki látja, hogy hogy néz ki a világ, Amerika meg főleg. Hát főleg. Na most akkor már itt elmondtad, hogy nyík emberek, ugye? És akkor azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy következzenek ezek, ahogy mondják, a nyík ember konteók. A konteókat már egyszer elmagyaráztad, hogy az mit jelent, mert azt is mindig kérdezik, ahogy hívják őket. És akkor hát mindjárt kiderül, mert egyesek szerint vagy 2 méter magasak, vagy még magasabbak. Hát érdekes, hogy hát nem, bocsánat, de vannak köztük olyanok. Vannak. Hát különben egyébként a világelit, akiknek egy része gyík emberekből áll, az ugyanolyan termetű, mint mi vagy te, tehát ugyanolyanok is vannak különböző, de vannak ilyenek. Hát volt egy felvétel annó, hogy a Obamának a egyik előadásának testőre, aki tényleg egy ilyen magas ember volt, az valami a kameraállásból tényleg úgy nézett ki, mint hogy egy pillanatra visszaváltozott volna. Bizony. Tehát a David Icke találta ki, hogy ezek alakváltó hüllők, tehát képesek emberi formában megjelenni, a bejátszásban szerintem remekül látszik, amikor kinyitja a szemét, ott van egy hüllőszem, kinyitja a nyelvét, ilyen villás nyelve van, tehát hogy innentől kezdve, hogy ezekkel lehet lebuktatni, és ez szerint az elmélet szerint ennek is vannak különböző fokozatai, de a legőrültebbet tényleg mindenki azt, tehát hogy gyakorlatilag az angol királynőtől szegény, aki elhúgy már, onnantól kezdve mindenki gyakorlatilag beletartozik ebbe a körbe. Na jó, hát ez is most ezek szerint összeesküvés elmélet lehet aztán. Hát ez megint egy olyan könnyed valami, aminek megint várjál például, mert ezt lehet, mert utána kommentáljuk magát a dolgot. Na de hogyha megnézed annak, hogy ez hogy született meg, ez az egész elmélet, akkor a Zeharia Szicsin volt az, aki az Anunnaki történeteket fölvezette, ő abból a történetből egyébként fölépítette ezt az egészet, hogy itt vannak közöttünk, hogy megérkeztek ide az Anunnakik, ők voltak a gyík emberek, ők ott biológiai kísérletet folytattak, ők itt dolgoztak a bányába. Igen. Jó, ez most megint egy másik történet, fiúk a bányában dolgoznak. És a reptiliánok is. Igen, várjál, de utána gondolták, hogy jó lenne már egy ilyen rabszolgafajt teremteni, aki dolgozik a bányákba. Hát így jöttünk létre mi. Így van. És akkor a rengeteg dolgot, ami ehhez kapcsolódik, annak valami fajta valóság alapja van. Tehát azt mondják, hogy a háttératom egy nagyon ősi, valóban létezik. Hogy valóban ilyen, ha lehetnének gyík emberek, elképzelhető egyébként, hogy máshol kipejlődhettek ilyen emberek. És az emberiség kezdete óta folyamatosan velünk élnek. Így van, és velünk élnek. Tehát rengeteg alapja van az, hogy kik irányítják a világot, tőlünk elkülönülve, miért viselkednek olyan lelketlenül, természetellenes módon. Igen. Ezt megint igazolná ez, hogy ők ilyen, hogy gyík emberek lennének. És a David Icke volt az, aki 10-valány évvel ezelőtt fölmelegítette ezt a témát. Igen. Ő dolgozta, ő vitte tovább egyébként, és ő csinálta a legnagyobb kontaktokat. Ha valaki most jobban figyel, egyébként ott megpróbáltak mindenhonnan lesikálni, eltüntetni, hogy ő ne tudjon beszélni ezekről. Na jó, hát ha már említetted Erzsébet királynőt, hát akkor ő is szerepelni fog, és kicsit megelőlegeztük a dolgot, de azért gyorsan nézzük meg. Attention humans! Shape-shifting alien lizards have taken control of your world. They've maneuvered themselves into positions of power, and they could be anyone. You know, almost 13 million Americans believe the conspiracy theory that the United States government is run by a secret race of aliens. Yeah. And for many believers, the control this group has goes far beyond the US. They control the whole world. Yeah, so supporters of this theory claim that these creatures have been among us since ancient times. Many famous world leaders belong to their cold-blooded race, such as Queen Elizabeth and former US President George W. Bush. Oh, and secret societies like the Freemasons and the Illuminati are run by these lizards too. So, is the belief in alien overlords a myth with dangerous consequences? Or maybe, just maybe, totally real? I'm not a lizard.
To prepare yourself to properly identify the aliens among you, you should familiarize yourself with their background. Here's what you need to know. The reptilians wouldn't originate from Earth. They'd come from distant solar systems around the Orion and Draco constellations. After arriving on Earth, they would interbreed with humans. They'd even manage to manipulate our DNA to cover up the truth. Luckily for you, these reptilians would be easy to spot once you know what to look for. The first sign is chameleon eyes, or eyes that change color. Of course, that might be too tricky to pull off due to lizard people having excellent vision, so you should approach people with caution who have blue, green, or hazel eyes. Wait, I have hazel eyes. Next, beware of hair. Specifically, people with red locks, or even slightly reddish. This could be a surefire sign that someone is really a lizard. Other signs that could cast doubt if a person is of lizard origin is if they have suspiciously good hearing, the capability of disrupting electrical appliances, and, of course, known contacts with aliens. Maybe looking at videos on your phone of one of your best friends could reveal how suddenly weird they appear from one frame to the next. That's right, they could be a lizard overlord. If only you could see their true nature. The scaly skin, the yellow eyes, the cleft tongue. But the list of potential lizard traits runs even longer. This list even includes a love of space and science. Yeah, the most revealing and dangerous indicator of all. But wait a minute, there's someone else who loves space and science. You. So, just about everyone you know, yourself included, could be among a lizard race controlling the planet. Hát szóval nem véletlenül, és nem csak Erzsébet királynő, hanem ugye ide jöttek ezek, és beházasodtak az emberi fajba, és aztán, hát az is ugye, most idézőjelben mondom megint, hogy köztudomású, hogy a reptiliánok jóval intelligensebbek az embernél, telepátia, minden elmemanipuláció, szóval mindenben benne van, de aztán, hogy beházasodtak ide, és ilyen hibrid embereket hoztak létre, állítólag, ugye Erzsébet királynő, Barack Obama, kiszerepelt még George W. Bush és... Hillary Clinton is ott volt, igen, egyiket éppen nevette. Igen, de hát állítólag Bill Gates és még Madonna is felettébb gyanús. Meg a Zuckerberger. Meg hát Zuckerberger, jó, hát Zuckerberger, aki ilyen rezzenésten tekintette néz, és nem piszlok soha, hát őről tényleg el tudom képzelni. Na most akkor nekem eszembe jutott azért ilyen, mintha fodrász sztori lenne. Ugye itt az van, hogy a vöröshajú nők, mert ugye bizonyos jelekből fel lehet őket ismerni. Hát szegény vöröshajú hölgyeket sajnálom, de akkor mi van akkor, hogyha valaki festeti a haját, akkor az áll reptilián? Ez egy áll reptilián. Egyébként gondolj arra is, hogy a földön kívüli történetekben, hogyha nagyon-nagyon sarkítjuk, akkor három jellegzetes fajú. Vannak a kis szürkék, a szürkéknek szürkék, vegyük úgy, hogy szürkék, mert vannak kis szürkék, közepes szürkék, tehát vannak a szürkék, a magas szőkék, igen, és vannak a reptiliánok, tehát azok a földön kívüli történetekben szerepelnek, nem az ősidőkben létező ilyenekről, hanem a napjainkban, illetve az elmúlt időszakban ide a földre érkező idegeneket azonosították így, és azok között egyiket valóban úgy van, amit mondtál a legelején, nem csak két méteres, de még három méteres példányok is vannak, de ezek a földön kívüliek. Értem. Tehát... Na de akkor most ezt légy szíves világosítsd meg, mert amikor utána néztem egy kicsit a dolgoknak, akkor azt olvastam, hogy a reptiliánok más néven sauriánok vagy drakóniak számos őskori és ókori civilizációval felvették a kapcsolatot, és hogy állítólag a mezopotámiai mitológia istenei voltak, vagy lehetnek, meg az Annunnakiknál is ők voltak, vagy talán ők, de én megmondom őszintén, hogy ezt nem nagyon hallottam még, hogy saurián meg drakóniak, ezért kérdezlek, mert gondolom mások is azért homályosak. Sauroidnak hívják őket egyébként, nem csak reptiliánoknak, sauroid. Tehát, hogy így hívják őket, és a drakónia,
Ez a másik része, az már a spirituális történetek kategóriájába tartozik, tehát hogy ott van, hogy, hogy ők kiket látogattak meg, milyen civilizációkat, illetve most az alapján azonosítják őket, hogy milyen világokból érkeztek. Aha. De ez csak kimondottan a földön kéletre vonatkozik, tehát itt összejön két szál, igen. Tehát hogy itt van egyszer az ősidők óta, hogy te mondtad, itt élő, valóban, genetikai módon, tehát akkor nagyon-nagyon azonosnak kell lenni egyébként a genetikai kódunknak azért, hogyha lehet egy hibridizációs program, tehát hogy egy ilyen lénynek születhetett egyébként gyermek, és tovább igen, tudta adni, és így fejlődött az idők során, rejtve tudtak maradni ezek szerint, mert hogy alakváltók lettek. Igen. És azért volt ebben ez a rengeteg zseniális jelenet, és ezt a filmekben is felhasználják. Tehát a szuperhős filmekben is felhasználják, hogy hirtelen az egyik átváltozik, és akkor ilyen gyíkszerű bőre lesz, és ilyen, így fog kinézni. Tehát ezek hihetetlen népszerű történetek, de mondom, először 40 évvel ezelőtt Zárie Sitchin tette népszerű a témát, utána pedig David Icke, mert ő kapta föl őket. De ennek is vannak olyan valóság alapja, amiben azt próbálják bebizonyítani, hogy igen. Létezik a háttérhatalom, évezredek óta ők irányítják a világot. Így van. A magas civilizációk, akik ide jöttek az ősidőkben, akik istenekként tiszteltek, vagyis az ókorban, azok valójában nem istenek, hanem földönkívülek voltak. Tehát nagyon-nagyon sok valóság alapja van. Megint el kell mondanom, Erit számára megint zseniális. Pontosan. Megint össze lehet most az egészet, és azt a lényeget, ami mindenki számára a lényeg lenne, ami tényleg létező, az háttérbe lehet szorítani, és helyette a legbugyutább részét veszik előre, és igen. Azt próbálják idézőjelbe téve cikkizni, de igazából örülnek, hogy az emberek ezzel foglalkoznak. De azért az, amellett nem lehet elmenni szó nélkül, és gyorsan mondom, hogy volt egy 10 éves kutatás, legalábbis azt olvastam, és mind a mai napig az van, hogy több mint 12 millió amerikai elhiszi, és azt hiszi, hogy a politikusokat, ahogy mondtad, meg a döntéshozókat valójában ezek a gyíkemberek irányítják, és ők uralják az egész földet. Ennyit. Még egy nagyon fontos. Na. Egy kanadai tudós, mint egy 40 évvel ezelőtt, csinált egy kísérleti modellt, hogy azt mondta, hogy 60 millió évvel ezelőtt, jelenleg ismereténk szerint, akkor egy hatalmas, hogy aszteroida csapódott be a Földbe, ez a dinoszauroknak, a dínoknak, az egésznek a pusztulását okozta, és akkor ilyen parányi kis állatkák, ilyen kis cickányszerű kis állatkák, abból fejlettünk ki mi, azok, akik kicsik voltak, el tudtak bújni különböző oldukba, kevés táplálék kellett, azok érték túl az egészet, és onnantól fejlődött ki az emberi civilizáció, most elfejtettem, hogy mit akarok mondani, de majd eszembe fog jutni. Na mindegy, akkor nem mindegy, de akkor nézzünk tovább, mert ugye itt van ez a bizonyos lapos föld, és hát szóval itt régebben már hát előkerült ez, és beszéltünk is róla, és nagyon sokan a Bibliára. Ja, bocsánat. Nem egy pillanat, egy képszakadás volt. Igen, mert nagyon belementem egy másik részébe, és a katasztrófa onnan volt a szemembe. Az a kanadai tudós azt mondta, hogy ő csinál egy kísérletet, hogyha akkor a dinoszauruszok nem pusztultak volna ki, nem az emlősök fejlődtek volna tovább, hogy nézhetett volna ki egy olyan lény, aki a dínokból fejlődhetett volna ki. Igen. Pikkelyes testű lény, olyan az arca, olyan a teste, megvannak a végtagjai, megvan két lábon álló, igen. Megvan, és tökéletesen megcsinálta, már akkor tökéletesen megcsinálta ennek a modelljét, ami arra utal, hogy valóban, tehát ő szerinte egy másik világba, amennyiben hasonló történelme lehetett, igenis kifejlődhettek olyan intelligens, szuperintelligens, igen. Dínószerű lények, akik ugyanolyan képességekkel rendelkeztetek, mint az emberi faj. Igen, szóval én meg ott tartottam az előbb, mikor eszedbe jutott, hogy egy társaságban, és a Bibliára hivatkozva azt hirdették, hogy a Föld lapos, de most, hogy én is kérdezzek tőled valamit, mert a számok bűvöletében tudsz élni. Beszéltünk már ilyenekről a különböző műsorokban, de a lapos Föld hívők száma, hogy a világon körülbelül mennyi, és még Magyarországon is van, ugye? Magyarországon is van, megvan a Lapos Föld Hívők Társasága. Ennek nem jut eszembe ennek a, bocsánat, csak ezt meg kell néznem, ezt a Samuel Rowe Botham nevezetű úr találta ki. Ő volt az a Bibliára hivatkozva, hogy a Lapos Föld, megjegyezném, hogy én nem emlékszem, bármilyen hihetetlen. Én annak ellenére, hogy nem vagyok hívő konkrétan, én annak ellenére a Bibliának ezeket a dolgait elolvastam. Igen. Tehát meg volt nekem CD-n is, meg volt, meg hanganyagban is meg volt. Én nem emlékszem, hogy bárhol a Bibliában szerepelt volna olyan lapos föld, de ő minden esetre ezzel azonosította.
Ez a lakosok flat, tehát a flat earth, tehát ez a társaságnak neve, igen. Jelen pillanatban is létezik, azt hiszem Lancasterbe költöztek át, uh-huh. és ott tovább működnek. Na, ez alapján akkor úgy gondolták az újkornak az emberei, hogy na akkor megpróbáljuk ehhez bizonyítékot gyártani, és akkor műhold felvételektől elkezdve mindent kitaláltak ehhez, hogy hogy lehet megoldani, hogy mégis létezene lapos föld egy olyan naprendszerben, ahol az összes bolygó gömb alakú, igen. mert a sztárcsövekkel lehet látni, hát de csak nézzük. A föld az alapos. Egyedül az alapos. Hát, ki, és ehhez kitaláltak, jó, de mondom, ennek ilyen alapjai vannak, nem tudom, a világon, Magyarországon több százezer ember van egyébként, igen. aki ezekbe a dolgokba hisz, és ezek az emberek megint kimennek, kísérleteket végeznek, kimennek a Balaton partjára, átvilágítanak a másik oldalra, megnézik, hogy van-e valami fajta görbület, azt mondják, mert nincs, pedig van. Kéne. De egyébként mindenfajta története jön, igen, mindenfajta története, de ha valaki egyszer volt olyan szerencsére, elment egy tengerpartra, és nagyon messzire, nagyon tiszt időben lát, hogy fölbukkan egy hajó, akkor látja, hogy a semmiből emelkedik ki egy hatalmas egy óceánjáról. Hát de ezzel ez nem van. Kéne vitatkozni, ők azt mondják, hogy minden egyes felvétel hamis. Tehát minden ez csak azért van, hogy bennünket igazából átvegyenek, becsapjanak, és igazából pedig, a Föld az nem gömb pedig már annak idején, jó régen Kopernikusz is rájött arra, bántották is, hogy tulajdonképpen a Föld kering a nap körül. Na nézzük a képeket! A flat earth solar eclipse? Diagonally growing trees? The Great Wall of Ice, guarded by NASA, of course. The Flat Earthers sure have a great imagination, but what if they were right? For thousands of years, the general public thought that the Earth was flat and everything revolved around it. Then, Nicolaus Copernicus came around with his spanking new theory. The theory said that the Earth wasn't flat and definitely not the center of anything. His observations led him to believe that our planet is orbiting the sun. But here we are, 500 years later, and some people around the globe are convinced that the Earth is flat. In this system, there would be no day and night cycle. That would be pretty strange. Okay, I know how to fix this. Yeah, that's better. For a flat Earth to have days alternating with nights, the Sun would have to orbit the planet this way. When the Sun was up, the entire planet of Earth would experience daylight, and when the Sun went down, the Earth would fall into nighttime. There would be no time zones and no seasons either. You'd be lucky if the Sun was so much smaller than the Earth. If the Sun retained its gigantic form, as it was orbiting a flat Earth, it would burn down the entire planet. That's because of how close it would get to us. On the other hand, if the Sun were much smaller than it really is, we'd freeze to death. That's because the flat Earth would have nearly 2.5 times the surface area of our round Earth. We'd be getting only 1/3 of a regular-sized Sun's energy. That's not enough for life on a flat Earth to exist. On our round Earth, lunar eclipses happen when the Earth lines up between the Sun and the Moon. If that was the case for a flat Earth, this is how those eclipses might look. And even that would require some very special alignment. Unfortunately, many people, including the flat Earthers, are living in a state of cognitive dissonance. That's when their thoughts and beliefs aren't quite consistent and don't always represent reality. Hát finoman fogalmazva csak azt tudom mondani, hogy eszméletlen elméletről van szó, legyen kicsi a nap, meg ilyen, és aztán keringen a Föld körül, mi meg aztán megfagynánk, szóval érdekesek ezek a dolgok, főleg az, hogy tehát
és ezt nagyon megjegyeztem, hogy a Föld egy lapos korong, középpontjában az északi sarkkal, és amit déli sarknak hiszünk, az az egész Földet körülvevő hatalmas jégfal. Hát ehhez én nem tudok hozzátenni. Igen, de ezen a, ez egy ilyen kicsit szarkasztikusan dolgoztam a témát, de benne volt, hogy először úgy gondolták el, mint hogy az animáció első részén látszott, hogy így megy körbe a nap. Igen, igen. De hát akkor még kéne hozzá egy hold is. Akkor utána jött a másik variáció, hogy a nap gyakorlatilag így van a lapos, és így keresztbe megy, tehát egyszer eltűnik alul, akkor megy le a nap, majd a másik oldalon följön. Igen. De ugyanígy úgy néz ki, hogy itt a képen nem látszott, hogy ott kell lennie a holdnak is, mert ugye már a holdat azt látjuk, és akkor a holdnak, pedig pont az ellenkező oldalán kell lennie, tehát amikor a hold végig megy a Földön, majd az lebukik, de a nap meg közben a másik oldalán jön föl. A maga az egész zseniális. Az, hogy ez hogy néz ki, hogy a többi bolygó az mi körül kering, mert igen, akkor most mi van a naprendszernek a többi bolygójával, hogy hol van a Szaturnusz, hol van a Jupiter, hol van az Uranus, Neptunusz, hol van a Plutó, azt már visszaminősítették kis bolygónak, hol van a Merkur, hol van a Vénusz, az most hova... De legalább, és erről mi beszélgettünk itt az előbb, legalább 10 millió ember, de komolyan hisz benne. Tehát ez nem olyan, hogy ne ez egy ilyen jópofa valami, most gondolkozunk el ezzel, meg láttam róla jópofa bejátszásokat, hanem az életét áldozna azért, hogy bebizonyítsa, hogy igenis mi egy lapos földön élünk. És lelóg a lábunk. És hát ez majdnem olyan, nem tudunk ki, mert de itt, na most ez... Onnan jött egyébként ez a jégfal ötlet, hogy valaki így poénkodott, hogy hogy kisétálunk a lapos föld szélére, és akkor tényleg, mint hogy poénosan ezt megoldották, mondták, hogy nem, és azért nem lehet, mert hogy van egy ilyen több száz méter magas jégfal, ami körülveszi egyébként az egész földet, és az gyakorlatilag az határolja, tehát nincs olyan, tehát nem tudsz kimenni igazából a földnek a szélére. Ebben csak az a probléma, hogy ez annyira ostoba, annyira elmebeteg dolog, hogy a Magyar Szkeptikus Társaság, a jelentősen nagyon keményen átpolitizált Magyar Szkeptikus Társaság a minden évben kiadja a lapos föld díjat, és ezzel tulajdonképpen az összes többi valóságos, reális, úgynevezett összeesküvés elméletet hitelteleníteni lehet, mert ezek a amikor mondtuk, a gyíkember és laposföld hívők, és ezzel le van zárva a téma, ezek mind ilyen csupán gyógyi ember, ezekkel ne foglalkozzunk, de nem csak az, hogy velük, mert velük tényleg nem kéne foglalkozni, de ne foglalkozzunk a többi összeesküvés elméletese, mert az ugyanilyen, pedig egyáltalán nem. Na jó, hát akkor nézzük akkor régebben, hogyan képzelték el a Földet, hogyha... Ja, most ugorjunk, tehát most már nem lapos a Föld. Hanem most más jön. Tessék. Szóval gyönyörű volt ez az animáció mindenféleképpen, és bízvást ígérhetünk még a következőnek, még egy ilyen. Nem animáció volt a következő, de ez egy összefoglaló igen, volt. Igen, összefoglaló, de hát szóval, hát ugye, belső föld, hát belső föld, akkor ezek szerint olyan is van, és hisszük vagy nem hisszük. Tehát akkor most akkor mégsem lapos a föld. Mégsem akkor lapos jön, a föld. Jön egy másik társaság, akik szintén körülbelül ugyanennyien vannak, igen. Magyarországi ember a világon, aki viszont azt mondja, hogy
szó sincs semmifajta lapos földről. A föld kívülről valóban úgy néz ki, ahogy mi ismerjük, de ellenben ez csak egy 800-tól 1500 km vastagságú héj réteg, a belseje teljesen üreges, aminek a közepén egy nap van. Igen. Annyiban megint hasonlít a lapos földhöz, hogy ez sokkal kisebb, mint a Az igazi nap, ez természetes. Arra senki nem gondol, hogyha bármifajta, hogy hogy kerülhetett volna egy bolygó belsejébe egy nap, tehát ez már felvet bizonyos problémákat, de ha az a nap az ott elkezdené fűteni az egészet, akkor ott szétégne és kiégne minden. Viszont itt megint arra hivatkoznak, hogy a buddhisták úgy gondolták régebben, hogy létezik egy föld alatti világ, tehát ők úgy gondolták, és ott vannak bizonyos lények, azok megvannak az őrzői, össze-vissza lehet közlekedni. A hindú és az indiai mitológiában megint ott van. Így van. Tibeti mitológiában megint csak ott vannak föld alatti világok. Ott van benne, gondoljunk csak erre az Agartára, gondoljunk ez elnevezése, ami ott van a világra. Igen. Gondoljunk Sambalára, mert ez volt a másik. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van, ami az ősi mítoszokban szerepel. Tehát ennek megint megvolt az alapja, de ez lehetséges, hogy tényleg csak arra vonatkozott, mert egy föld alatti világot nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy egy üreges földet, hanem tényleg lehettek olyan elképesztően hatalmas barlangrendszerek, főleg mondjuk ott a Himalájában, tehát persze, tényleg azokban élhettek. A föld alatt hosszú de megint őszintén szóval, tényleg nagyon őszintén mondom, ezt tényleg nem tudom elképzelni. Tehát, hogy lehet, hogy valaki tényleg komolyan gondolja, a lejáratokat az meg pláne, hogyha elgondolná, hogy 1300 kilométer, mert megvannak a barlangrendszerek, 1300 kilométert kéne lefelé menni, ami még repülőgéppel is nagy távolság, nem tudom, hogy tudnának oda lemenni, ez egy teljesen értelmetlen zavaros, ezt megint bele tudja venni a szkeptikus társadalom, megint tudja venni, hogy megint itt vannak azok az emberek, akik ilyenekkel foglalkoznak. Ne jó zár, mert föláll a kevés szálú hajam. Nem baj, a néhány szál hajad az, és maradjon fekve, mert akkor nézzük ezt, amiről beszéltünk, és az üreges földet.
őszintén, hogy amikor... Te is hiszel benne, ugye? Hát nagyon. Amikor az ötödik dimenziónál tartottunk, én ott elvesztettem a fonalat, de nem is akarom megkeresni, mert mindjárt vége van a műsornak. De hát akkor egy fél mondatot, ha akarod, még hozzátehetsz. Fél mondat szerintem időnk, mint a pejva szokás, szerintem persze. Mondom. Nem. Ebbe, amit bemutattak, tehát az mind, a fizika összes törvényszerűsége mindennel ellentmond, mindennek ellentmond, csak igazából nem tudom, hogy képzelik el, hogy egy ilyen test az hogy keletkezhetett volna, hogy keletkezhetett volna egy nap, mitől forogna, igen, amikor mi tudjuk, nagyjából egészében fel tudjuk mérni. De megint jön egyébként, hogy ők arra hivatkoznak, hogy honnan tudjuk, hogy mi van a Föld belsejében, mi van lent 6450 kilométerre lejjebb. Igazuk van egyébként, mert azt mondják, hogy van egy forró vas valami, és ott forog az egész, és azt csinálja a Földnek a mágneses terét is egyébként, de ők ezzel abszolút nem foglalkoznak egyébként, tehát abszolút nem érdekli őket. Mondom, én szerintem azokban az ősi mítoszokban, hogy ilyen Föld alatt élő emberekről van szó. Például mi, amikor voltunk a múlt évben, vagy előtte Törökországban, akkor Derinkuyu nevű településre elmentünk, és ott volt egy hatalmas föld alatti város, illetve városrendszer, és az ott még az ókorban és a középkorban is több tízezer, vagy egyes betések szerint százezer ember is élhetett. Igen. Tehát ők lehet, hogy beszámoltak olyan helyekről, és ez máshol is a világon máshol is előfordulhatott, ahol olyan emberek éltek, akik tényleg föld alatti életek voltak, ismeretlenek voltak annak az ott élő őshonos népnek a számára, és tényleg csak néha feljöttek oda, és miután azok annyira furcsák voltak az ő számukra, inkább isteneknek tartották. De maradjunk az elméletnek ennek a részénél, ezt inkább ne vegyük komolyan, mert ezt megint csak felhasználják ellenünk, tehát mi hiába próbálunk minden olyan dolgot, valóságos összeesküvés elméletek, a földön kívüliekkel kapcsolatos reális történeteket, az összes dolgot elmondani, megvilágítani az embereket, ha jönnek az ilyen elméletek, akkor egyből azt vágják a fejünkhöz, és csak ezt hangsúlyozzák, és semmi másról nem beszélnek. Onnantól kezdve meglövik nem csak a mi, hanem az összes olyan embernek, aki ezzel a témával komolyan akar foglalkozni, ezeket szeretné kigyomlálni. Tehát mondom, össze kell mosni az összeesküvés elméleteket, és ezért mindent megteszek annak érdekében, hogy ezek teret kapjanak. Igen. Hiába mondják azt, ó, nem, mi fellépünk ezek ellen. Nem, direkt hagyják őket, hogy azért csak terjedjenek, ezeket nem törlik le sehonnan. Ha mi felrakunk egy olyan műsort, például a Covid-ba, két hét múlva megint lesz, lehet, hogy ebből lesz probléma, fölrakunk egy olyan valamit, akkor letiltották egyből, hogy amikor egy amerikai kongresszusi meghallgatás. Na jó. Ezt viszont hagyják. Hagyják. Hát akkor a témát azzal folytatom, hogy itt a nyereménykönyv, Bird Admirális titkos utazása a belső földbe. Hát ennél autentikusabb valamit nem lehet. Hát ez így van, és akkor mutatjuk a többi nyereményt is, azt mondja, őrült teóriák, lehetetlen vagy csak hihetetlen, ez már a márciusi száma, természetesen a Hihetetlen magazinnak fél éves előfizetést lehet nyerni, és akkor itt a külön szám, ami még érvényes, a hatodik érzék, nem először sorsoljuk, nagyon-nagyon sokan szeretik, és akkor nézzük a továbbiakat, tehát az első, hogy ki dolgozta ki a 19. században még ezt a bizonyos laposföld elméletet, és akkor a beküldési határidő, ezt ne felejtsék el, március 19-e, Hihetetlen TV, hihetetlenmagazin.hu, még bennem volt a Q az előbb, és akkor ez azt jelenti, hogy sorsolás az a március 22-i adásunkban lesz, ami pedig az ismétlést illeti, elsején, mármint március elsején, megismételjük, a 2018. február 9-i, Földön kívüli a Fehér Házban, ez volt a címe adásunkat. Tehát az amerikai kormányzat és az UFO-kkal való kapcsolatokról van itt szó, vagy volt szó. Új adással pedig március 8-án jelentkezünk az X betegség című műsorban. Hát utána járunk, hogy a Világgazdasági Fórum, meg a WHO, az Egészségügyi Világszervezet ez év januárjában már pontosan tudták, mondták, hogy nyakunkon lesz a Covid-nál súlyosabb világjárvány. Hát szóval előre sokkolnak már megint bennünket, igaz? És akkor kérem tisztelettel,
pénteken esténként 21 és 22 óra között Hihetetlen premier adás. Akinek viszont nincs ott a Galát szolgáltató kivető kínálatában, az megnézhetje az interneten a 6-os csatorna honlapján az élőadás címszó alatt. A következő napon, vagyis szombaton fél 8 és 8 között fölkerül a Hihetetlen magazin és a Hihetetlen TV Facebook oldalára, onnan elérhető a Rámül és a Bicsú oldalakon, valamiért az Inda videó elkezdett velünk megint szórakozni, és nem engedte föltölteni, tehát ott nem fogják megtalálni, próbálunk lépéseket tenni, hogy ez sikerüljön. Természetesen fölkerül az 55 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube csatornánkra is, és ott megnézhetik a műsort mind a két oldalon, elmondhatják a véleményüket a műsorra, és az itt található, vagy ott található anyagokkal kapcsolatban, annyit kérünk szokás szerint, hogy ezt kérjük kultúrát tegyék. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, tehát a szokott időben ismét jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. A hatodik érzék. Az ember sokkal több, mint a teste. Ha megtanuljuk a magasabb világok érzékelését, parafenomén, Isten emberekké válhatunk. Kilépés a fénybe. Táltos mágia, magasabb világok érzékelése. Jó ómen, rossz ómen. Érzék feletti szerelem. Kapcsolat az égiekkel. Angyalok vagy földön kívüliek. Tervezzünk álmokat, a tudatosan álmodók 10 parancsolata. Kozmikus kapcsolat. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában. Kapható az újságárusoknál.